A 74 éves Patrick szenvedélyes golfozó, azonban fel kellett hagyni a játékkal, miután séta közben elesett. Egy egérlyukszerű mélyedésbe léptem bele a bal lábammal, de nem tudtam kihúzni. Ez egy lassú, egyperces mozdulat volt. Olyan volt, mintha valaki meglökött volna, és bum, elestem. Miközben estem, feltettem a kezemet így, de nem tudtam megakadályozni, hogy a betonba üssem magam. Először a kezeimet, majd a könyökömet, és végül a fejemet is beütöttem. Tekintetem a cementtel találkozott. A barátom elkezdett rohanni felém. Megpróbáltam felállni először, de újra visszaestem. Soha nem éreztem magam olyan gyengének, mint akkor. Közben elővettem a mobilomat és tárcsáztam a mentőket, első segélyt kérve. Három háztömbbel odébb volt a bázisuk, így azonnal megérkeztek. A St. James kórházban kötöttem ki. Elmondhatom, hogy sajnos nagyon rossz állapotban voltam. 13 öltéssel helyrehozták homlokát, azonban jobb könyökében a fájdalom 3 éven át folytatódott. Mindig fájt a könyököm, ha valahova letettem. Olyan volt, hogy au, mintha áram futott volna végig a karomon. Rettenetesen fájt. Patrick és felesége éppen a 700-as klubot nézték, amikor Terry Patrickért kezdett imádkozni. Terry azt mondta, a könyökében és könyök ízületeiben fájdalmai vannak, ami megnehezíti az életét. Isten teljesen helyreállítja és meggyógyítja. Aztán melegség járt át. Azt mondta, én úgy érzem, hogy azonnal meggyógyultam. Mikor másnap felébredtem, nagyon izgatott voltam, mert a fájdalom többé nem volt. Egész nap csak hálát adtam Istennek. Még ma is minden nap megteszem, mert ez egy csoda. Hetekig ellenőrizgettem, de a csontok nem jöttek elő újra. Nem tudom, mi történt velük, de eltűntek. Patrick máig is fájdalommentes, és újra a golfpályákat uralja. A fű illata, és amikor feljön a nap az égre, a pálya egy gyönyörű hely. Az egyetlen bökkenő, mikor a labda után kell mennem, miután elütöttem.